A Borsodabaui Zemplén megyei kórház és egyetemi oktatókórház 233 millió forint feletti összeget kapott az intézmény működését hatékonyabbá tevő fejlesztésekre. A három sikeres pályázatról január 27-én sajtótájékoztatót tartottak a Borsodabaui Zemplén megyei kórházban. Az első két tétel az tulajdonképpen olyan keverékinfúziót készítő laboratóriumoknak a kialakítását jelenti, amelynek eredményeként pontos gyógyszeradagolást és a betegbiztonságot tudjuk elérni, és a környező kórházak számára, így például Kazincbarcika számára, amennyiben erre igény van, elő tudjuk állítani ezeket a gyógyszereket, és javítjuk az ott élő embereknek, betegeknek biztonságát. A harmadik, mert eddig kettőről beszéltem, az pedig egy olyan távleletező rendszer, arról szól, hogy a beteg nem itt van, hanem akár több száz kilométerrel odébb, vagy mondjuk Kazincbarcikán, és az elkészült képet, legyen az komputertomográfos felvétel, vagy egyszerű, hagyományos röntgenkép, azt belövik, tegyük idézőjelbe Miskolcra. A Miskolcon ülő röntgenorvos megleletezi, a leletet pedig visszaküldi. A tájékoztató keretében említette, hogy bővülni fog az együttműködés a barcikai és a megyei kórház között. Igen, hát évek óta úgy van, hogy a ottani sebészeti osztály kvázi a mi sebészeti osztályunk, de most egy újabb tárgyalás eredményeként, február 1-től reményeink szerint a szakmai paletta, tehát amit a szakmában többféle műtétet fognak tudni elvégezni, sőt, Miskolcról is visznek ki műtéteket, hogy az itteni terhelés csökkentsék, de az ottani betegek számára pedig a kényelmi szempontok figyelembevételével biztonságos körülmények között a megfelelő műtéteket el tudják végezni, hisz Kazincbarcikán nagyon jó a sebészeti infrastruktúra, vannak sebészek, van beteg, akkor miért ne lenne együttműködés a két kórház között? A sajtótájékoztatón részt vett még dr. Jakó Ildikó, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Észak-Magyarországi Területi Igazgatója, dr. Kovács Lajos, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház főigazgatója, Demeter Zoltán és dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselők. Bármilyen eszköznek, gépnek a beszerzése, azt látni kell, hogy mindig a gyógyulást célozza meg, hogy hogyan tudnak a betegek minél gyorsabban és minél hatékonyabban gyógyulni egyes betegségükből. Tehát ennek szintén örülni kell, és én örülök annak, hogy most a megyei kórház ezt kihasználta, ezt az adott lehetőséget, és azért örülök annak, hogy majd a Kazincbarcikai Kórház is fog tartani sajtótájékoztatót, mert ott is közel 100 millió forintos értékről beszélhetünk majd. És a harmadik dolog pedig az nem más, mint az együttműködés, az összefogás, és ennek is örülök, hogy a megyei kórház és a Kazincbarcikai Kórház együttműködve üzemelteti a sebészetet, és hogy hallottuk főigazgató úr ígéretét is itt a sajtótájékoztatón, amit tett, hogy több műtéti lehetőség lesz majd a Kazincbarcikai Kórháznak, és ez egyrészt azért is lesz jobb, meg könnyíti a betegek helyzetét, hogy nem kell Miskolcra jönni, másrészt pedig a miskolci műtétek is csökkenni fognak, mert azért azt látni kell, hogy nagyon sokan várnak ilyen beavatkozásokra. Buda Klára, a Borsodabaui Zemplén megyei kórház radiológiai centrum vezetője elmondta, a teleradiológiai fejlesztés megvalósulása azt jelenti, hogy bármelyik kórházban készült radiológiai kép látható lesz a megyei kórházban is. Nem csak a radiológiai leletezés számára lesz ez előnyös, hanem mindenféle szakorvosi specialista általi konzultációra alkalmas lesz ez a rendszer. Tehát a különböző intézményekben, szakrendelőkben elkészült radiológiai képeket itt fogjuk látni és értékelni, és nagyban meggyorsítjuk a beteg kezelését ezzel.